utólagos szigeteléseknél gyakran olyan szempontok alapján kell dönteni, amire elsőre nem is gondolunk. Tehát ha van egy pince szintünk, legyen ez a pince, ez mondjuk a földszint, vagy tetőtér, vagy bármi, lényeg, hogy ezt a szigetelést, ezt kell megújítanunk, mert tönkre ment, akkor mit évők legyünk, ez a nagy kérdés. Ugye itt van a háznak az alaptestje, és ez mondjuk egy ilyen sematikus metszet. Ugye innen oldalról vizek jönnek, alulról vizek jönnek, Ezekkel kell most foglalkoznunk, megbírkoznunk az utolagos szigeteléssel. Mi, mi, határozhatja meg a döntésünket? Ugye egyrészt meghatározhatja azt, hogy mi mennyibe kerül, de az pedig az határ, a pénz, de azt meg azt határozza meg, hogy mit is kell csinálni. Tehát például, ha körül tudjuk ásni az épületet, mert mondjuk hozzáférünk, mert ugye az is lehet, hogy nem férünk hozzá, mert van egy szomszédos épület, de mondjuk hozzáférünk, akkor ki kell az épületet. Ennek van egy földpart megtámasztása, lehet, hogy komolyabb technológiával, hátrahorgonzással, ezt a földet valahol deponálni kell, vagy netán el kell szállítani, lehet, hogy itt talajcserét kell csinálni, és hozni kell egy másik adag földet, de ha ezt kiástuk, akkor hozzáférhetünk ehhez a falhoz ezt a falat utólag legalább innen erről az oldalról le tudjuk utólag szigetelni. Tehát ennek is van egy díja, az ásásnak is van egy díja, a földcsernek is van egy díja. A netán itt szivárgó rendszert kell építenünk, most csak sematizálom egy csővel az egész rendszert. Dombor ez ez a falon, cső, elvezető rendszer, stb. Kulékavics, Filc. Akkor ennek is van egy díja, de ezt is valahova el kell vezetni, szikkasztót építeni, víztározót, vagy mi az esővíztározót, vagy víz, összegyűjtő helyet, aknát létesíteni, a netász szivatjuk, annak is van egy költsége. Tehát ha ki kell ásnom, akkor az rengeteg költséget jelenthet, és még figyelni kell arra, hogy itt milyen vezetékek mennek, szennyvíz, esővíz, ivóvíz, kábelek, elektromos vezetékek, sok minden. Tehát ezekre is figyelni, hogy ezeket hogy trafálom el, hogy találom el, hogy tudom addig kiváltani, hogy tudom addig átkötni, valamit csinálni vele. Tehát ez mind-mind meghatározhatja azt, hogy ennek a pincének a szigetelésénél végül mit választok. Ugye az is meghatározza, hogy van-e egy szomszéd, mert az egész más szigetelési metódus lejt, És ugye az is meghatározza, hogy ha megbízott talajmechanikust vagy szigetelés szakértőt, tehát tervezőket, mérnököket, hívjuk most mérnöknek, azok mind-mind mondhatnak valamit, hogy ennél a konkrét helyzetnél milyen megoldás szükséges, vagy milyen megoldás kötelező, ne isten. Aztán fontos az is, hogy ennek a térnek mi a funkciója, mert ha mondjuk ez, ez egy kórház vagy valami pénzügyi létesítmény, vagy katonai létesítmény, vagy valami olyan létesítmény, amely nem biztos, hogy a működése megszakadhat, vagy hónapokra kimaradhat, az is meghatározza, hogy mi mellett döntök. Tehát lehet, hogy egy adott helyzetben egy gyors technológia hozhat megoldást, egy gyorsabb injektálás, egy belülről töréteni szigetelés, és így tovább. Ezek mind, meghatározza azt, hogy melyik technológiát és milyen áron, milyen pénzért választhatom. Hát magyarul rengeteg olyan tényező van, ami első nem is gondolunk, tehát nem csak az van, hogy hogy kell szigetelni, hanem vannak-e közművek, kell-e sietni, van-e rá pénz, mit mond a tervező, a talajmechanikus, milyen funkcióval bír ez az épület, és utána tudok dönteni, hogy vajon itt milyen szigetelési metódust alkalmazok. Tehát nagyon ritkán az, hogy most milyen szigetelés tetszik nekem, vagy melyik megoldásban hiszek, hanem egész egyszerűen a környezet mind, -mind meghatározza. Vagy ha mondjuk ez egy társasház, akkor bizony, még szavaznia is kell a közgyűlésnek, honnan szerzünk rá pénzt, van-e rá pályázati kiírás, akarunk-e pályázni. Ez mind-mind kérdés ilyenkor, hogy a mi közös szerkezetünket, a pincét társasázni, ugye ez közös szerkezet, és az közösen, közös költségből megvalósítandó dolog. Tehát akkor tudunk -e ebben döntést hozni, van-e rá pénzünk, és egyöntetű a társaság abban tekintetben, hogy a pincét már pedig szigetelni kell utólag. Hát ezek a kérdések tudnak ilyenkor felmerülni. Nézzük végig, hogy a mi épületünk, mi, mi, épületünk, mi szigetelési problémáknál melyik a mérvadó, és utána döntsünk.